Hello! Hát akkor itt vagyunk most a Jurassic Survival-ben, amit szintén már elég régóta nem játszottam, viszont kapott pár frissítést, úgyhogy lehet, hogy itt is van valami újdonság. Úgyhogy lecsekkoljuk ezt is. Aztán meglátjuk. Restoroljuk, igen, restoroljuk a régi mentésemet. Beírjuk ezt a nagyon titkos kódot. És lássuk, hogy vajon megjegyezte az elmentésemet. A Last Day on Earth-nél nagyon nem jegyezték meg, úgyhogy a teljesen előről kellett kezdenem. Kíváncsi vagyok, hogy itt vajon megmarad-e a mentésem. Na? Jó, hát én eddig elalszok viszont. Majd keltsetek fel, ha betöltött. Ez fura, mert ilyenkor nem szokott betölteni a már. Na! És úgy tűnik, mintha meg lenne mindenem. De durva. Aztad, de megvan mindenem. Nagyon állat. Hát igen, itt még mindig csomó minden kell ehhez. Itt még sehol nem tartok. Hát már azt se tudom, mi hol van. Itt a bambuszt kell rakni? Ja, bambuszom az nincs. Itt van fa. Azok ananász magok, úgyhogy az ananászt ezt el kéne ültetni. Égetjük a fémet. Jó. Itt is van egy pár fém. Ananászt ültetjük, nagyon nagy. Na itt vannak ilyen fémes bulik. Jó, hát ez nem Tommy. Ez nagyon ilyen vegyes vágott. Bedobáljuk ezeket. Ez is ilyen vegyes cuccos. Jó. Itt vannak a kaják. Bőrök. Kötelek. És csak azt a rongyot kéne. Mindegy, ide berakjuk a rongyot. És akkor van itt fegyverünk bőven. Meg kaja. Jó. Na nézzük a pályát, hogy miben lett változás. Vagy a frissítések óta. Hogy csukán aludjak, jaj. Na! Oké, tehát itt régebben itt volt egy ilyen. A Mad Dog Arena, igen, ez még megvan. Never Skill Base, szerintem ez ami szomszéd. Itt van a Gate 3. Itt még nem voltam. Mad Dogs Farm. Na, ez az új cucc, amit nekem meséltek. Ezt mindjárt megnézem. Más új cucc nincs. Ide még nem lehet elmenni. Ide sem. Jó. Na nézzük ezt a farmot. Nézzük, mit tud a farm.
Farm az van a Zegers-be is. De szerintem van egy olyan érzésem, hogy teljesen más lesz a kettő. Hát hamarosan meglátjuk. Csak kicsit sokat tölt a játék, és képes vagyok elaludni két töltés között. Na. Az komoly, hogy ilyen sötét van? Aha, kaptam egy ilyet. Ezt szerintem ezt be kell raknom. Mármint nem úgy, hanem így. Oké. Okay. Ja. És akkor... Aha. Ott az akna. De voltás. Nagyon zsiványos. És akkor... Hát én el akartam menni mellette. Nem bele. Jó, itt akkor nem lehet elmenni, hanem akkor nagy körbe kell menni, meg kell kerülni. Mi? Hát tuti, hogy nem folytathatom. Na, hogy nem folytathatom, és a jó kis fegyverek, meg minden ott van. Azonnal még egyszer meg kell próbálni. Akkor itt is meghaltunk. Last day-be is meghaltunk, úgyhogy nagyon-nagyon profin toljuk ezt most. Nem baj. Szórakozás a lényeg, azt mondják. Remélem, hogy így van. Na, most nem aludtam el. Jó, itt nincs izé. Aha, itt az emberünk. Berakjuk a húst a zsebbe, a lacink az tönkre ment. Na, próbáljunk meg kerülővel menni. Aha. Ne! Hát ez mi a... Jézusom, hát ez nem egyszerű. Most bepánikoltam, mert ott megjelent ez a bazi nagy dinó, de ő miért nem rép rá az aknákra? Ő aknamentesítve van, vagy mi? Try a new cleaning tool. Ja, hogy vegyek, aha, meg azt tudjátok mi. Egy survival játékban miért van vásárlási lehetőség? Mikor apokalipszis lesz, akkor lesz majd valaki, aki ott fog jönni, hogy figyelj már, 690-ért tudsz venni egy izét? Csákány tőlem? Jó, mindegy, hagyjuk is inkább. Hát srácok, ez most nem lehet túl jó videó, úgyhogy bocsi, hogy két nagy csúnya szívást tudtam elkönyvelni. De hát ez jó nehéz volt ez a Mad Dog Farm, vagy micsoda. De sajnos ez nem lett túl király. Azért viszont köszönöm, hogy megnéztétek, és legközelebb azért majd egy jobb, ilyes videóval elő fogok rukkolni, kicsit rágyakorlok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, további szép napot, sziasztok!